Na, és akkor most jön a következő 50-es etap. Hát itt már több minden csúszott el. Úgy csináltam, hogy az első eddig tartott, tehát ez volt az 50. kép. Az első 50-es etap, az konkrétan selfie alapján készült, közelről csak az arcom, előről, hátulról, jobbról, balról, fönt, lent, mindenhogy, a hajamat kibontva, a hajamat összefogva, oldalra a hajam, minden. Tehát ezeket így generálta ezeket a képeket. A következő 50-nél, viszont nem lapozok el innen, nézzed csak. A következő 50-nél viszont másik képeket használtam, azokat a képeket, amikor voltam fotózáson, és ott teljes alakos képek készültek. Nem pucér, nem azokat a képeket használtam, csak szimplán teljes alakos képek, tehát az nem csak selfie volt, tehát nyilván egy olyan képen ugye kisebb a fejed. Na hát itt, amik félrementek, azok nagyon durván félrementek, de ami sikerült, az viszont nagyon jól sikerült. Jön az első 5, ugye ez a Jesus kategória, itt megint megkaptam azt a fehér poncsót, és akkor úgy generálta a képeket, ezeken brutális izéket rakott a szemem alá, táskákat, de valami elképesztően durvákat, lehet, hogy ezek azért nem tetszenek, mert tudom, hogy igaz. 40 player kisfiú, miután megalázott téged. Ja, az az előző kép. Ez inkább nem mondok semmit, jó? De hogy ez... De, hogy itt a szememmel olyan dolgokat művelt, hogy pusztultam. Itt már nagyon nem vagyok szomjas. Itt már kék és fehér poncsó van rajtam. Tablókép a Jedi Akadémián. Igen. Abszolút, tehát tudom, ezek azért nem tetszenek nekem, mert igaz. Na, 14 perc múlva leszek nő. Keci, ebbe egy 4 fős család belepakolhatna, bazd meg, 2 hét nyaralásra. Tehát ezzel Balira elmész nyaralni, bazdeg, ezzel a Gucci táskával. Na ez jó, legalább végre, hallod, az első 5-ből, tehát az első stílusból, az első 5-ből, ez az, amit egyáltalán valamire lehet használni. Tehát, hogy ez annyira nem gáz. A bukottak részen a tablón... Jobb oldalt alul mi, amikor tudod így föntre középre rakják a szép embereket, meg az okosokat, jobbra lentre pedig, amit úgyis csak későn veszel észre, ott vannak a kettes volt a matekból kategória. Ez nem tudom, valamelyik zenész jutott eszembe erről a képről, de már nem tudom, hogy melyik. Nem emlékszem már, hogy mi volt. Az orr az zseniális. De az orr az itt is durva. Avidiz, az a Ria! És ez a toj-toj mögött készült kép, vagy mi? Fene tudja. Szóval ezért voltam jobbra lent, Atemil, ne haragudj, most összetörtem a világodat, mi? Hát, igen. Itt próbáltam ki először a kápszert. Nem tudom, hogy itt a szemem a durvább, vagy az a valami, ami az orrom alatt van, és szájnak lehet csúfolni. Itt szerintem nem csak az alany, az a durva, hogy itt nem csak az alany, hanem a fotós is nagyon szét volt csúszva. Nagyon sok képen egyébként visszaköszön Konti simán.
Hát nyilván azért nem tetszenek, mert hogyha tudod, a görbe tükör. Igen. Itt kaptam meg először, fontos kiemelni, hogy először az 5 hónapos tiszta vagyok érmémet. Mi az a szemvakító fog? Hát figyelj, ez ilyen. Itt egy kicsit kupán vágtak szerintem izével valami banhammerrel. Aqua Fresh vagy Colgate mosoly. Ez most nem tudom, hogy még ahhoz a stílushoz tartja, várja. 1, 2, 3, 4, 5. Nem, ez már a következő stílus. Jaj, ez az a stílus, ami az előző 50-nél a dűnés herceges képes volt. Lost Arkos? Lehet, nem tudom. Colgate Károly vagy Signál Szabolcs az előző? Hát ez valid. Ráncosodok, és táskás a szemem. Tehát, hogy ezzel nincsen semmi kivetni való. Ennyire még nem vagyok öreg. Ó, na majd az a kép. Majd az a bizonyos kép. Imádni fogjátok. Ez jó. Ez jó, mert ezen úgy tűnik, mintha fiatal lennék. Ez még tetszett. Ez be lehet rakni a dűnés sorozatba. A Sandman Avid, tényleg. Ez a mostani állapotot tükrözi? Ó, de kedves vagy. Komolyan? Amúgy ez akkor elég handsome. Ez amúgy szerintem sokkal jobban néz ki nálam, de tündér vagy, köszönöm a bókot. Avid is áfonya? Miért? Milyen áfonya? A jobb fülemmel elvitorlázok. Igen, a fülem az műtve van mind a kettő, úgyhogy lehet, hogy azt próbálta meg visszaadni. Ó, Istenem. Hát ez hasonló. Látunk már ilyen kategóriát. Ez semmi extra. Ez viszont tetszik. Ez jó volt. De lehet, hogy itt ez csak azért tetszik, mert rohadtul bejön ez a haj. Szia, Epsilon. Hello, hello. Ez fasza, mert kevéssé hasonlít rám. Na, és most jön az a pár kategória, ami tudjátok, ez az űr. Várja, 1, 2, 3, 4. Mondjuk fura, mert itt tovább tart ki ez az űr téma, mindegy. Azt hiszem a következő két kép az, amire azt mondtam, hogy tökéletes kép lenne, a Callisto protokoll végigjátszását követő posztnak. Tehát, hogy ahogyan néztem ki a Callisto protokoll elkezdésénél, az lenne egy kép, és a következő kép az, hogy milyen, amikor végigjátszottam. Tehát ez az a kép, amikor a Callisto protokollba túléltem, végigjátszottam, és kijutottam. Ez pontosan az a kép. Tehát, hogy szerintem ezzel az ábrázattal nem lehet eldönteni, hogy én vajon elhittem-e magamról, hogy éppen a Holdra léptem, vagy amúgy még csak a Budinak a bejáratát léptem át. De hogy valaki nagyon megcsináltott engem a WC-be, az biztos. Az egészen tuti, és van egy ilyen, mondjuk ez lehet, nem, mert ez is ilyen nagyon utána, tehát hogy ezek kb. Ilyen színesbe. Mindegy, de itt ez viszi a primet. Tehát ez szerintem Callisto protokoll. Figyelj már, Avid, te szívtál játék közben? Még nem. De amúgy én a füvet nem. Gusztustalan, büdös és soha.
Ez. Na, ezt akartam mondani. Kalisztó protokoll előtt, után. Előtt, után. Itt még reményekkel tele kezdi el a játékot, majd 9 óra sikítozás és üvöltve rohanás után ez. Ez is jó pofa. Ja, azt hiszem majd, ja nem, ez most olyan, mintha összekeverte volna, mert még az animés részek nem most jönnek. De jönnek majd. A játék után meg a nadrág tele van, igen. Az után kicsit olyan, mintha az űrhajós ruha tele lenne szarva. Hát lehet. Ez annyira nem tetszett. Ez olyan, mint a... Az afrikai törzsöknél szoktak olyat csinálni, hogy így elkezdik fölépíteni, tudjátok, nyakra a... mi az ilyen... Nem tudom. Minek hívják? Az nem nyaklánc, ez inkább ilyen nyakmerevítő feeling. Még 5 perc és nő leszek. Ennyi perc múlva nővé válok. És meglátjuk, hogy mit csinál belőlem nőként az AI. Szia, Joci vagyok, és az apukám csinált nekem egy kartonpapíros űruhát, és az előbb voltam a fán, ahol van a hold. Jössz játszani? Na, ez pont az a kép. Hát, igen. Tehát itt, ne, itt lehet, hogy véletlenül Nessájról is belekerült egy selfie a selfieim közé, és összemosott kettőnket. Jocikának is jól nézek ki? Hát nem tudjuk. Tehát, hogy itt ugye ez más. Ez olyan fura. Bár arra nagyon kíváncsi lennék, hogy azzal a két ujjammal éppen hova közelítek, vagy honnan húzom azt el? Ugye? Lehet, hogy éppen szagmintát akarok venni. Lehet, hogy a tevepatától. Hát, ide az már messze volt. Bevágott az űrruha. Na igen, és ez pedig az, amikor éppen, hogy sikerült beleraknunk a fejemet a szkafanderbe. Kicsit össze kellett nyomni, de sikerült, de cserébe fáj. Még 4 perc. Szorít az űrruha, igen. Hát, igen. Ez meg az 5 évet töltöttem a Holdon, és most visszajöttem. Készen van... Oh! Hallod, még csak kicsiben látom a képeket. De jó ég. Te jó ég! Csaj lettem. Most kiírta, hogy még mindig kell neki 10 perc, de már vége. Jó, figyelj csak, hogy kicsibe ti is látsátok, hogy miért ordítok. Azt figyeld, bazd meg! Mi az? Mi az ott? Egy csöcsöket is kapok? Az a zöldesként, én szerintem csöcsöket is kaptam. Hű. Side boobs. Várjál, mert még azt írja, hogy még 10 perc. Na, addig még van idő. Hát, Ovidius Armstrong. Hát nem tudom, ez oké. Na, a következő kép szintén top 5-ös. Valorant feeling, vagy nem tudom, vagy LOL. Valorant vagy LOL. Ez. Ez best. Tehát az anime Avidból szerintem ez volt a legjobb. Most meg már azt írja, hogy 12 perc. Most 8.
Fortnite? A haj az zseni, a hajat azt imádom. Bár így állna mindig a hajam, hülye vagy? Hány fogad van, Batman? Azzal ne foglalkozzál. Nem, de, tehát, hogy azért lepődtem meg rajta, hogy csöcsöket rakott rá, mert azért ilyen egész alakos, például Zsaninál nem volt. Mert neki is kreáltunk ugye 50 képet, ott nem voltak ilyenek. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen csöcsös képek lesznek rólam. Aztán van egy másik, ez is jó pofa volt, de ez még mindig jobb. Ne fésülködj, és ilyen lesz a hajad. Hát így sose fog állni a hajam. Aztán van egy ilyen, ez olyan, mint hogyha ilyen szamurájos, valami tekveres, nem tudom mi lenne. Nem tudom mi ez a ruha. De ennek van egy stílusa ezeknek a ruháknak, azt hiszem tekver, vagy valami ilyesmi, tekver. Ez is jó pofa, ez de szerintem csak azért jutott eszembe az Overwatch, mert a szürkés, kékes, narancssárga kombó miatt az Overwatch-ra asszociáltam. Sok-sok zselé meg a hajlak segít. Ja, az biztos. Csak nem szoktam ilyeneket kenni a hajamra. Tracer. Igen, lehet. Aztán, hát ez is csodálatos. Itt lesznek majd a galaxis képek. Az is jó lesz. És ott van a kedvencem a végén. Jó. Hát, erről egyébként a Denisa Komis jutott eszembe, amikor pótolja a nagypapának kiesett fogát egy orbitrágóval. Nekem körülbelül ez jutott eszembe. Tehát az a fog az elől büntet. Tehát, hogy annyira fókuszban van az egyetlen egy fog középen, hogy az zseni. Igen. Na, figyelj, most kap... Jó. Tudom, hogy már mondtam párszor, hogy röhögni fogtok, de a következő kép az azért lett számomra nagyon kedves, mert a valóságot tökéletesen tükrözi. Ráadásul az egy annyira jövőbe mutató kép, hogy a képnek a jobb oldalán fogtok látni engem jelenleg, és a kép bal oldalán lesz az Avid, aki ha még lestreamel nektek 5 évet, pontosan úgy fog kinézni. Tehát ez vagyok jelenleg, és ha még streamelek nektek 5 évet, pont így fogok kinézni. Tehát pontosan ennyire fogok megzuhanni. Egy troll lent a pincében. Hát mondjuk lehet, hogy hasonlóan néztem ki a 29 órás Pokémon stream után. Tehát az lehet. Elég 2 év is? Ja, mondjuk igaz, lehet, hogy ezzel az intenzitással nem is kell 5 év. Egy 2025, nem? Igen, a szarul sikerült klón. Szóval ez egy nagyon, ez számomra egy nagyon fontos kép. A sebet vajon mi okozza? A hülye kérdések miatt elkezdem kaparni az arcom. Jó, ilyet már láttunk, tehát ez nem újdonság. Ez jó. Ez szerintem a könnyű drogokról átszokván a nehéz cuccra. Plusz 1 év. De a hajt is jó. Before Café, After Café. Amúgy igen. Az is lehet a kép címe. 3 perc. 3 perc múlva nővé válok. Hát ilyet már láttunk. Ez nagyon én vagyok. Itt úgy érzem, hogy nagyon, nagyon elcsípte a belső énemet. Az, hogy egy mennyire csupa szív ember vagyok, azt megfelelően áthozta. Miért van rajtam mindig egy abrosz? Azt nem tudom.
ez is jó. Ez is jó. Csak ennyit tudok mondani. Aztán jön a kicsit fantasy vonal, ahol most nem tudom, hogy csak minimálisan nőiesítettek el annyira, hogy akár az other kategóriába beletartozhassak, vagy mi történt. Tehát igen. Petőfi droid volt az előző. Ez már other. Az a haj, az kemény, igen. Na várjatok, egy perc, csak utána még gyorsan föl kell nekem ezt tölteni, hogy a gépre le tudjam tölteni, hogy nektek megmutassam. Dús hajába tép a szél. Így van, Szaki. Aztán itt van ez is. Na megvan. Úristen. Na, ha ez nő, akkor én leszopom magam. Anyád, egész szexi nő lennék. Júj! Ah! Mi a fasz? Ah, jó, oké. Az all time best meg, hallod, ez az öt kép, ez aranyat ér be. Azt a kurva. Hát ez olyan, mintha az ördögűzőből kijött volna a nő. Te jó ég! Ott vannak a csöcseim. Hallod, mekkora dudákat kaptam? Na jó, várja. Le kell töltenem, és föl kell töltenem nektek. Pillanat, bocsánat. Hát ezt azért megmutattam Zsaninak, hallod, belőlem jobb nőt csinált, mint Zsaniból. Nem mint, hogyha belőle nőt kellett volna csinálni, csak érted. Na várjál, föl kell töltenem. Megvan a privát tartó. Hallod, ezt kell OnlyFans-re. Várjál, azt mondja, hogy hol volt ez a mappám. Igen, megvan, Avid is anime. Gyorsan ide föltöltöm, upload. Fotóz, videóz, igen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, ezek között is vannak olyanok, aminél így nem feltétlen értem, hogy hol. De hallod, ez a női kategóriából az anime rész, az valami annyira elbaszottul jó lett. És tudjátok, hogy mi a durva? A nőként legenerált képek között van olyan, ami szerintem jobban sikerült, mint amikor pasi ízére kattintottam rá. Na, verjem, már tölti föl. Mekkora mémek lesznek? Hát ezeknél a női képeknél az a durva, hogy van jobb, mint amik ezek között. Na, mindegy. Aztán van egy ilyen zsírkrétás kép, ez is egyébként tök jó pofa. Ha jobb csaj lesz, Riri, most mondom neked, hogy ezek között van olyan kép, amiben jobb csaj vagyok, mint te. Csak mondom. Úgyhogy már most elkezdhetsz gondolkodni a dolgokon. Hidd el. Már töltögeti föl. Ezt ugye én egyesével rakja fel a drive-ra, és akkor gyorsan onnan én mindjárt leszedem. Nagyon hardcore. Grafikák. Avid is anime. Jó, és ide töltögeti föl. Hát a Ritus ezen be fog pisilni szerintem, amikor meglátja. Na! Aztán igen, újra eljutottunk a Galaxis Avidhoz, és az Ezo TV-s Avidhoz. Tehát, hogy ez lehetne Fortnite skin. Ez a Samsungos Galaxy skin. Mert az, hogy kancsal, azzal már ne foglalkozz, az mindig kancsal vagyok.
Oké. Hát ez a túl szűk a ruha. Szerintem ez szimplán csak annyi, hogy túl szűk a ruha. Ez jó pufa, ez tetszik. Ez kellőképpen fáradt táskás, de ez is én vagyok. Amikor dúshajamba fú a szél. Ha Mr. Beast benne lehet a Fortnite-ba, akkor te is. Amúgy engem simán belerakhatnának. Hát mekkora reklámot csináltunk anno a Fortnite Save the World-nek? A kutya nem játszott azzal a játékkal, csak mi. Itt is megvilágosodtunk. Itt ezen a képen szerintem azt látjuk, amikor megpróbáltam befűzni 3CPO-t. És ahhoz szereztem megfelelő ruhát. Várjatok, meg közben letöltött. Vagy hát nem, föltöltött. Most kellene letöltenem. Igen, innentől idáig. Yes, letöltés. Pillanat. Az aranyember, igen. 50 fájl tömörítése közben úton van, jó. Hát ez egy kicsit meglepett, David. Jó, akkor ezeket már föltöltötte. De most már csak azt kell megvárni, hogy letöltse őket. Kész? Merjál? Show in Finder. Elvesszük tőletek, hogy ne zavarjon be. Drive download. Igen. Azt mondja, extract all. Yes. Ott van. Jó van, megvan. Na, ezt úgyis mindjárt befejezzük, pont a végére érünk. Ilyet már láttunk. Na, ez szerintem a sikeres elvonó után. Ez abszolút, és figyeljetek, Most jön az a kép, aminél Krappával is azt beszéltük, hogy tipikusan az a kép, amikor irgalmatlanul beállsz egy bulin, hazamész, és anyád megkérdezi, hogy mit ittál, vagy mit szedtél be, és te azt válaszolod, hogy semmit. De tudja, hogy hazudsz. Vagy nem is kérdez semmit, mert tudja, hogy nagyon durva éjszakád volt. Tudja, hogy úgyis hazudni fogsz, igen. Hát, ja. Igen. Ja, úgyhogy egyébként most ezt elárulom nektek, még lehet, hogy majd ki fogom posztolni, de tegnap amikor ültem a telefon előtt, és így gondolkodtam, hogy valamelyik képet kiposztolom, akkor nem tettem meg, mert szerintem nem lett volna azon gondolkodtam, hogy kirakom ezt a képet azzal a szöveggel, hogy sziasztok, Avid vagyok, 5 éve tiszta. És semmi más nem kellett volna írni a képhez. Semmi mást. Csak ennyi. Csak az a baj, hogy ez a kép ott maradna az Instámon. És azért, hogyha valaki elkezd görgetni a profilomon, és meglátja ezt a képet, és elolvassa, még el is hiszi, hogy ez tényleg az. A következő is durva lesz? A következő csak azért durva, mert ott összenyomta a fejemet. Ott összenyomta a fejemet, és egy kicsit szétcsúszott a szemem. Erre nem is emlékeztem, hogy ez ennyire vicces volt. Ha 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 ha!
Jó, ez viccesebb, mint emlékeztem rá. Ja, ilyet meg már láttunk. Na, tehát srácok, ez volt a 100 legenerált kép férfiként. És most van egy másik kategória, az 50 legenerált kép nőként. És még egy kategóriát kellene kreálni, ami az other. Csak az a baj, hogy az már időben nem fog beleférni. Ha akarjátok, még befizetek egy olyanra, hogy ugyanaz az 50 kép other kategóriába hogy néz ki, de azt már csak a izékor tudjuk visszanézni a sorsolás után. Mi kifizesek egy olyat is? Csinálja meg addig. Mi vagy azért már többe kerül nekem ez a stream, mint... Jó, figyelj, rámegyek. Pillanat. Mert csak vissza kell keresnem a sze. Amúgy, és mi van? Hallod? Mi van akkor? Ha olyan képeket állítok be, amit már ő generált, mi van akkor, ha átverem az AI-t azzal, hogy azokat teszem be, amiket ő csinált róla? Azzal meg lehet őríteni szerintetek? Arra vajon mit lép? Visszaadja az eredeti képeket. Na, figyelj, és akkor azt fogjuk most itt benyomni, hogy nem female, nem male, hanem benyomom azt, hogy other. Hallod, hogyha belőlem kiskutyát, meg apacs helikoptert csinál, én beszarok. Jó, én, hallod, már így sokkal többet költöttem erre az applikációra, mint kellett volna. Na figyelj, az other kategória, you are all set, igen, jó van, kifizetve. Uploading for... 96 perc alatt csinál belőlem. Otherre, nagyon szépen köszönöm a donationt, és Kisgica, köszönöm szépen a 100-as cheert. Na, kíváncsiak vagytok, hogy milyen nő lennék? Amúgy néhány képen írtó szexi. Open. Azaz. Na, hát figyelj, induljon a fal. Csak mondom. Most szeretném kérni, hogy mindkét kezed az azt, jó, ne egy kézzel számítózzál. Dobd el a répát a kezedből. A Cynthia diktátor. Így van. Késő. Na, ez Cynthia diktátor. Egyből ruha nélkül, tehát az a durva. Teljesen jó. Majd ki kell próbálni. Figyelj, amikor hosszabb lesz a hajam, összefogom, és így kihagyok egy-egy tincseket. Hát, igen. Tehát... Amúgy, itt nem tudom, hogy megcsinál, nem tudom, ez valami pingvin. Best. Ebben nincs hiba. Ez már az otherből jött. Na, néna, ha? Hello, mi? Legalább nincs szakállam. Amúgy a szakállamat leszette, pontosan. Pontosan. Nem valid. Nem lehetek szakállas nő. Lehet, hogy az otherbe bent hagyja. Vagy a Witcherből egy kártya vagyok. Hát ezt nem tudom, hogy mi. Ez itt annyira nem. Hú. Amúgy pont tegnap voltunk a Rossmanba, és láttam, hogy van rózsaszín hajfesték. Az igen. Na, ez kemény. Na, ez igen. Ez adja. Ja, de amúgy hazudtam, van szakállas kép.
Van egy lánytestvérem, van egy húgom, de nem, ő erre, ezekre nem hasonlít, tehát hogy nem lehetne azt mondani. Nem lennék szép nő? Várd ki a végét, Zero, várd ki a végét. Egyszer-kétszer láttál már megborotválkozva. Figyelj, simán lehet. Simán lehet. Elmennék-e magammal randizni? Figyelj, lesz egy-két olyan kép, amikor szó nélkül. Majd mindjárt meglátod, amikor jönnek a csöcsös képek. A női szemeim nem is rosszak, ugye? Pláne, ha egy van. Tessék, vagy kettő. Itt van kettő. Mondjuk még sose voltam kirúzsozva. Majd megkérdezzük Whisper Tónit, hogy hogy kell, és akkor lehet, hogy simán összejön. Tessék! Egy teljesen használható karakter. Mindent egyszer el kell kezdeni. Igen, nem mondd, hogy nem akarod, ameddig nem próbáltad ki, nem? Ez a Samsungos csaj, az nem tudom. Ez is tök jó. Tetszik az, hogy két pólusú a szeme. A homlok megegyezik. Hát persze. Na, figyeld! Most mondd, hogy nem vinnéd... Kicsit ilyen mondjuk, de... De amúgy csöcsös. Tehát van cicie. Van cicie, csak ne akarjál vele kezet fogni. Az mi? Az hogy? Jó, a szem is gyilkos, igen, tehát, hogy... Tudom, hogy mi jutott eszembe. Nem a csöcseire akarok zoomolni, csak így megy oldalra. Tudjátok, hogy mi jutott erről a kézről eszembe? A Pokémonban volt egy karakter. Egy kukac, ami kő. Egy kőkukac piros és sárga volt. Piros és sárga volt. Nem jut eszembe a neve. Na az. Nem tudom, mi volt annak a neve. De tudom, hogy citromsárga és piros volt, olyan, mintha lett volna egy teknős páncélja, és abból jött ki egy citromsárga kukac. Na most mondd, hogy nem vennél el... Az, Shuckle, az volt az, köszi. Most mondd, hogy nem vinnél el egy randira. Most mondd, hogy nem vinnél el egy randira. Ennyi asdelán rögtön írnál, szúrnád. Hát nem, már portosan. Ez de szép, mert nem hasonlít rám. Hát, honnan tudod? Láttál már arcpirosítóval kisminkelve? Hát nem. Addig nem mond. Na ez. Na várjál, ott mi történik a... Na, állj! Itt mi történik? Várj, elindul, és elmegy arra. Fává válik, de ugyanakkor föl is jön és csöcsöri. Mi van? Egyé váltam a természettel, azaz. Hú, ez creepy. Ezen, hogyha még arc is lenne, ez nagyon creepy lenne. Driád egy faszellem. Igen, az. Na figyelj. Hoppá. Csak mondom. Tudom, hogy most már csak egy kézzel vagy a gépnél. Escape from Chernobyl. Na tessék! Tudom, hogy helyből a cicieit akartad nézni, de annyira eltereli a figyelmet azok a röpülő ujjak, hogy én nem is tudom, hogy nézzem.
Szerintem a levelekben azok, amiket az előző képekről összegyűjtött újak. Amúgy simán lehet. Amiket az előző képekről lesporoltak, ide rárakták. Ez. Na ez kellőképpen elvont, és ugyanakkor rendben van. Na ez én vagyok. Új Tinder profilkép. Amúgy tudod, mi a durva? Hogyha ezt lekicsinyíted, nem lehet jobban lekicsinyíted. Ha ezt lekicsinyíted, szerintem szexi lesz. Nagyon sok minden eszembe jutott most. Itt most nagyon-nagyon sok minden eszembe jutott, és ezeket nem is mondhatom most szerintem élő adásba. Lépjünk tovább. Na, ez abszolút én vagyok. Megborotválkozva mindenhol, és igen, egy kicsit kihúzva a szemem. Még nőként is koncsal vagyok. Ennyi. Na de a következő az pusztít, figyeld. A Szentlélek tartja azt a valamit a mellemen. Azok a matolcsi szemek igazán igézőek. Vagy a bimbókba kapaszkodik. Igen, 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 igen. Na, és most jön az a rész, amire azt mondtam, hogy brutál... várjatok, kicsit föl kell pörgetni a dolgokat. Oké. Na figyelj, a következő, az szerintem kurva jó. Mondjuk, hogy ez hogy nő, azt nem tudom, mert ez ugye a female kategória, de itt ez adja. Ez a Conchi, Avidis Conchita. Conchita Avid. Conchita Avid, igen. Ez is tök jó. Kicsiben jobbnak tűnt a kép, igen. Vagy figyeld, a következő. Na ez! Ez amúgy akár mennyire is a női kategóriából jött elő, ez badass. Ez jó. Ezt át fogom menteni a férfi kategóriába. Amúgy ez tényleg jó. Ilyen Dragon Ball-os haj, igen. Aztán most megint egy kicsit nőiesedünk, ahogy látom. Ezek lesznek a betegek. Úristen, na az. Arra rá fogsz menni. Azt balra húznád a Tinderen. Ha az a pozitív. Ha nem az a pozitív, akkor jobbra. Ez egy jó olajfestmény. Amúgy az a durva, hogy ezt el tudom képzelni, hogyha megborotválkoznék, és raknánk pirosítót, meg kihúznánk a szemet, szerintem így néznék ki kajak. Amúgy, bazd meg, most minden viccet félretéve, srácok. Ha anyámról látnátok fiatalkori képet, ez bazd meg hasonlít rá. Ezt el fogom küldeni anyumnak, mert szerintem meg fog rajta lepődni. De most komolyan, ezt minden viccet félretéve, ez tökre hasonlít anyumra. De durva! Na, kíváncsi vagyok, hogy erre mit fog szólni. Ez jó. Mikor lesz sminkelő stream? Igen. Hát itt meg is ettem az ujjamat.
Na ez menő. Ez kicsit ilyen, nem tudom, ez ilyen cat, ez ilyen macskás Wonder Woman, és a és az a draconi, nem tudom mi volt annak a neve. Az Angelina Jolie is szarvacskás, nem tudom mi. Oké, itt bebábozódok, és egyszer csak leszek majd valami. Demóna, az, Demóna. Oké. Na, ez mehet a creepy kategóriába. Ez mehet a gyomor avid mellé. Ez jó pofa. Olyan bimbója van, hogy átütt az univerzumon. Oké. Rendben, ezt hagyjuk. Ez sem. Na figyelj, most jön öt kép, ami el fog pusztítani téged. Most mondom. Ezt figyeld. Na most szólj hozzá! Ez a ciberpunkos. Cyberpunk meet Final Fantasy. De még hogyha erre azt mondod, hogy nem eléggé komoly. Várjál! Tehát, hogy... Az micsoda? Ez amikor a lelkedet is megeszem, bazzeg. Azért ott van a szivárvány, tehát azért az ott van, de tehát ő megeszi a lelked. Ez a nem iratkozol fel, eljövök érted. Pusztulat durva, de a következő, már a kicsiből ítélve... Hmm? Hát igen. Hát, ja. Ha? Hasonlít, mi? Azért... Mi lesz akkor az other kategóriában? Én nem tudom, de 5 perc múlva az is kiderül. A pólón lévő 3 láb az nem semmi. Nem tudjuk, hogy mi történik azon a pólón. Figyelj! Ez se semmi, de azért ez is durva. De a pici képből ítélve a következő lesz a legpusztítóbb. Anyád. Ahogy az a durva, hogy ezt nem lenne nehéz reprodukálni. De tudod mi a szomorú? Hogy szerintem ez könnyen reprodukálható. Ez az, amikor megnyaltam egy tempera festékes ilyen festékpalettát. Közben elkészült az other kategória. De arra már nincs időnk, mert 11-től votozunk. Az a piros vágás nagyon szexi, hát az Final Fantasy is. Aztán megint jönnek ilyen olajfestményes dolgok, ezt nem tudtam hova tenni. Hú, ez vad. Ez annyira nem. Ezek itt a végén annyira nem jók. Hát ennek egyetlen egy mozzanata nem vagyok én, de karácsonyi céges bulira ideál. Abszolút, abszolút. Ez alkoholos filcet jó megszívtam, igen. Ez komoly. Egyébként ezen a rózsaszín hajon el kell gondolkodni. A szemöldök az én voltam. Igen, 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 azt eltalálta. Főleg egyébként ezt a szemöldököt.
Ezt egyébként sok képen nagyon, nagyon eltalálja. Csajként ilyen bajusz elég ritka. Jó van, na! És ez a